Köszöntöm nézőinket, önök a Völgységi magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Nézzük ma a adásunk tartalmát képekben. A farsangi időszak tartja lázban a kétfű óvodásokat. Autós találkozó keretein belül szeretnének gyűjteni egy beteg kislánynak cikón. Ülésezett a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Bátalpátiban. Kismányokra utazunk a tündérkertbe. Itt a farsang áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő. Ki ne ismerné Gazdag Erzsi verséből való kis részletet, amely a Vízkereszttől hamvazó szerdáig, azaz idén, február 22-éig tartó farsangi időszakban minden óvodában előkerül. A Kétyi tagóvodában zajlanak a mindennapok, a kis lurkok most épp a farsangra hangolódnak a hétköznapok folyamán. Készülnek az állarcok, miközben arról társalognak egymás között, ki milyen jelmezt öltene szívesen magára a farsangi időszakban. A Kétyi óvodában ezzel és ehhez hasonló dalokkal készülnek a farsangra. A gyerekek már jó ideje visszaszámolják a napokat az állarcos mulatságig. Már hetekkel ezelőtt tervezgetik, hogy mik is lesznek, mit szeretnének lenni, fölveszik jelmezt, én ezt, én az, egymást átlicitálják, és mi próbálunk nekik felejtetetlen napot készíteni, előszervezni. Az úgy fog zajlani, hogy fölveszik reggel a jelmezt, és lesz meglepetés, ami zsákba macska, aztán vannak táncunk, kis mondókánk, játékokkal készülünk, amik kipróbáltuk, de nem nagyon, tehát elmondtuk, hogy farsangon fogjuk játszani. És számoljuk vissza a napokat minden nap, hogy hány van még, hányat kell aludni, és nagy izgalommal várjuk. Lesznek olyan meglepetések, amit a Gyermekmosoly Alapítványtól kaptunk, kis rákcsik, gyümölcslevek, sőt, ők nem is tudják, de meglepetésként egyik nagymama fánkot fog nekik sütni. A szobortáncot kifejezetten kedvelik a kis óvodások. A táncok, versek, mondókák tanulása folyamatos a várva várt mulatságig, ahol sok élmény vár majd a gyerekekre. Táncolunk, gyakoroljuk a kis táncolást, kis játékok, érdekes játékok, ilyen párválasztós, székfoglaló lesz, de úgy lesz a székfoglaló, hogy mindenki a helyére, ebédes helyére ül le, aztán galacsinfújó lesz pohárba, aztán bohóc szájába célba dobás, sőt, ami megint nagyon érdekes lesz, bohóc fejeket kell találni a csoportszobába, amit elrejtünk. Kis bohóc fejet készítettünk, amit különböző írás előkészítő vonalakkal kellett kidíszíteni. Ma éppen szemüveget készítettek. A nagyobbak már kivágják, a kisebbeknek mi vágtuk, befestik és rá fognak ragasztani díszeket, fényeset, vagy ki milyen színt szeretne. A Kétyi óvodában egy körülbelül kéthetes időszak az, amikor a farsangi szokások és versek töltik meg az óvisok mindennapjait. Hétfőn fogjuk tartani a farsangunkat, és utána mindig szoktunk kiszebábot készíteni a gyerekekkel, és utána kiszebáb égetés lesz az udvaron, zeneszerszámokkal, mondókákkal, énekekkel, és azt várjuk, hogy elűzzük a telet. A jelmezek tekintetében is változatos lesz, lesznek a szokásos hercegnő, királylány, de ugyanakkor a fiúk kalóz, ninja, de persze megjelenik az Elsa a kislányoknál, a fiúknál a Batman. Farsangnapját illárom, megtaláltam a párom. Na még egyszer! Farsangnapját illárom, megtalálom a párom. Az óvónénik sem húzzák ki magukat a mulatság alól, tengerész jelmezben várják majd a gyerekeket a farsangi ünnepség alkalmával, ameddig még aludni kell egy párat.
Márka független autós találkozó és adománygyűjtés cikon. Az egész napos programon egy beteg kislány támogatására gyűjtenek a szervezők. A rendezvény február 26-án kerül megszervezésre a település központjában és a művelődési házban. Nem csak az autók iránt érdeklődőknek lesznek programok ezen a jótékonysági rendezvényen. Ott a helye mindenkinek, aki szívesen segítené Mira gyógyulását. Márka független autós találkozóra invitálnak mindenkit Cikóra. A település központjában február 26-án vasárnap szervezik meg a jótékony célú rendezvényt. Lányok az apukája az adogazik, ahol én is dolgozok, és ő mondta, hogy egy ilyen jótékonyság retit oldal a kislány számára, és akkor gondoltam, hogy csináltam már ilyen rendezvényeket, hogy akkor ebben tudnánk támogatni őket. És innen jött az ötlet. Izomgyengeségben szenved, és tornára jár szexárra, és ezzel szeretném támogatni őket, egy kis pénzt gyűjteni a tornához, hogy minél jobban tudjon fejlődni a kislány. Hasonló autós találkozót, főleg olyat, aminek jótékony, segítő szándék állt a hátterében, még nem szerveztek a településen. A márka független szó pedig elárulja, hogy sokféle járműbe lehet majd gyönyörködni a nap folyamán. Lesznek versenyautók is, lesznek nagy amerikai erőgépek igazából, meg hát a Suzuki-sok, az én kis csapatom ugye, a Suzuki csoport, Baronya Swifters néven futunk. Mi leszünk itt, jönnek BMW-sek Bajáról, Audi-sok Somogy megyéből, úgyhogy igazából eléggé sokan jövünk. Mindenki érkezhet, lesznek gyerekprogramok, lovaglás, lósimogatás, faforgás benne a kultúrházban gyerekeknek, fellép a gyerekpesgő duó, tehát ők egy gyerekműsorra készülnek direkt, és utána délután lesz a Flóderer Károly, a Fogyjunk Együtt Egymásért csoport vezetője, aki eljön hozzánk tornáztatni minket, és az életmódváltásról ad tanácsokat nekünk. Aztán délután érkezik hozzánk Fischer Norbert, aki a tévéből is ismert lehet sorozatokból, ő fog nálunk énekelni egyet. A rendezvény helyszínén, a település központjában két adománygyűjtő urnát helyeznek ki a szervezők, a résztvevőknek pedig szíve joga, hogy mennyi pénzt dobnak bele a pénzgyűjtő ládákba Mira gyógyulásáért. Ez most csak ezért jött létre, nyárra terveztem volna valahova egy autós találkozót, de így akkor most megoldottuk így egybe. A szervezők abban bíznak, hogy a téli rendezvény épp oly vonzó lesz, mintha egy későbbi időpontot választottak volna. Szerintem pont, hogy ezt fogják kimozdítani, hogy végre kicsit ki tudnak valahova menni, lesz egy kis program. Ebben bízom, hogy legalább így összejön egy kicsit a dolog. Végig a bolt mentén, itt a parkolóba, illetve mögöttem a hivatalnál, itt fognak még állni a versenyautók, illetve az erőgépek, azok ide lesznek kirakva, hogy az emberek mindjárt lássák és hívogató legyen számukra. Bízom benne, hogy azért lesz majd egy-két ember, aki felajánlja, hogy viszi egy kört a gyereket akár, vagy a felnőtteket. Bízom benne, hogy lesz ilyen. Szemet gyönyörködtető autókból, motorzúgásból, tehát biztos nem lesz hiány február 26-án Cikon, a márka független autós találkozón, ahol az izomgyengeségben szenvedő Mira gyógyulásáért kérnek segítséget a szervezők. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társuláshoz 8 település Bátaapáti, Bátaszék, Cikó, Feked, Mórágy, Mőcsény, Ófalu és Vémént tartozik. A társulás azzal a céllal jött létre 1997-ben, hogy naprakész, friss információkkal lássa el a lakosságot a kis és közepes radioaktivitású hulladék elhelyezéssel kapcsolatban. Mostani ülésük fő témája a 2023-as év költségvetése volt. Megtartotta rendes ülését a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, azaz a TET Bátapátiban. A több napirendi pont között az idei év költségvetése kiemelt helyen szerepelt a délelőtti ülés alkalmával. 2023-as évi TET költségvetésének az elfogadása, és van egy ilyen kötelező feladat az önkormányzatoknak, hiszen a társulásra körülbelül ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzatra. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség ilyen nincsen a társulásunknak, tehát de kötelező elemként szerepel. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás a társulási megállapodás módosításának megtárgyalása. Ez azért volt szükség, mert van személyi változás, és vannak, hát ugye, ha csak azt említem, hogy innentől kezdve nem eddig Tolna megyét írtunk a társulási megállapodásba, most pedig Tolna vármegye lesz. De mondom, hogy van személyi változás is történt, a pénzintézetnek a neve is változott, tehát ezeket a kötelező elemeket be kellett emelni, és erről dönteni kellett. Hát a költségvetés ez arról szól, hogy a támogatásra kapott összeget, azt a település egy bizonyos szisztéma szerint, vagyis a társulás egy bizonyos szisztéma szerint saját maga között fölosztja, de előtte az összköltségből kivesszük a működési költséget, ami a működési költségünk egy 30-35 millió forint körüli összeg.
Van olyan, hogy honlapot vezetünk, amire fizetni kell, újságot jelentetni kell, vagy újságot jelentetünk meg, amire fizetni kell. Akkor van egy tagdíjunk, mert tagjai vagyunk a GMF-nek, ez a GMF egy angol rövidítés, ami azokat a társulásokat fogja össze, amik atomerőmű környékén vannak és a hulladékkal foglalkoznak. Oda is fizetünk egyéb ráfordítások, bérjellegű ráfordítások is vannak. Ahogy benne van a nevünkben is a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, tehát tartjuk rendszeresen a kapcsolatot az RHK-val, most legközelebb 8-án fogunk egy tájékoztatót meghallgatni Bátorapádiban az RHK vezetőjétől. Van egy nekünk egy olyan lakossági ellenőrző csoport, akik a hulladékbeszállításnál méréseket is végeznek, hogy az adott csomagok mit tartalmaznak és milyen dózissal rendelkeznek. Erről előzetesen egy jegyzőkönyvben minden hulladék csomagról egy jegyzőkönyv készül, és azt ellenőrzik. A TET az év folyamán több alkalommal is ülésezik. Mi azért két havonta egészen biztos, hogy ülésezünk. Akkor van ennek a GMF-nek minden évben egy vagy két ülése. Azon részt szokott venni a csoport, akivel találkozunk a más országok településeivel is, tehát csoportjaival, akik tartjuk a kapcsolatot. Négy csoport van Bátorapáti vagy Magyarországon. Van fönn a mindjárt mondom, a Püspökszilágyi tároló környékén alakult társulás, van a Paks környékén alakult társulás, és van a TET, ami helyben a kis és közepes aktivitású hulladék, és van még a Boda környékén a Nyugat-Mecseki csoport, akik pedig a Bodán a nagy aktivitású kutatások köré szerveződtek. A társulás delegál hulladék ellenőrző csoport tagokat is, akikre fontos feladat hárul. Amikor a paksi atomerőműből beszállítás történik, akkor a csoport tagjai közül ketten-hárman ott megjelennek. Minden település egyébként két tagot delegál ebbe az ellenőrző csoportba, akkor ott megjelennek és ellenőrzést végeznek. Tudnélik, legjobb, hogyha a település tagjai benne vannak ebbe a munkába. Nem a messziről lőtt nyakkendős idegen fogja majd tájékoztatni a szomszédot, hanem ő, aki kin járt ezen a telephelyen, ő fog beszámolni majd otthon a településén, hogy mit is látott, mit tapasztalt. Úgy gondoljuk, hogy ennek tájékoztatás szempontjából is nagy jelentősége van. Bizomat is ad egy kicsit. Tudni ide csak kis közepes aktivitású szilárd hulladékokat lehet beszállítani. Ennek az ellenőrzését akár műszeres méréssel is, jegyzőkönyvek áttekintésével is végzi ez az ellenőrző csoport. Most azért lesz egy újabb összejövetel, mert megváltozik a csomagolás technológia, vagyis a paksi atomerőműből ott készítik már ezeket a hulladékos csomagokat, ezeket fogják kiszállítani, és erről természetesen úgy gondoljuk, hogy az ellenőrző csoport tagjai is tudjanak, és be tudjanak számolni erről, és megismerjék, hogy mi ez az új technológia. Erről lenne majd egy tájékoztatás egyébként kint a telephelyen. Erre március hónapban kerül majd sor. Most pedig egy tündérkertbe invitálom önöket, ami a tavalyi évben Kismányokon nyílt meg. Itt azonban nem a virágok nyílnak, hanem a néphagyomány él tovább. A kezdeményezés célja elsősorban az volt, hogy megmutassák a közönségnek a völgységben élő nemzetiségek viseleteit. Nézzük meg! Szilaj, a kismányoké a kedvelt pónilóval is csak csodálkozva figyelte, mi ez a sürgős forgás Zsivalja a polgármesteri hivatal udvarán. Ide valósiak és szomszédból érkezők töltötték meg a teret, és vásárfiát is vihettek a kézművesek termékeiből. A tündértkertbe érkezők jelentős része ezúttal népviseletbe öltözve érkezett, s mindezt be is mutatta a kíváncsiaknak, fűszerezve a népcsoportjára jellemző tánc lépéseivel. A látogatók között volt Pap Lajosné Anna néni, aki 99 évét meghazudtolóan énekelte el egy 12 éves ifjú pár nélkül maradásának történetét. Semmit 12 éves feles nem voltam, igyenesen házasodni indultam. 12 lány kitettem a számomra, mind a 12-nél volt jobban. Az elsőnál kicsiny voltam, s az volt baj. Másodiknak szőke voltam, s az volt baj.
Hát a mai megfogalmazás szerint így pattintották le a tüzes legényt a lányok. Illés Tiborné a Tündérkert ötletének kivitelezője arról mesélt, a népviselet napjához kapcsolódva méltóan tudnak ünnepelni. A körülöttünk lévő tájegységek viseleteit, zenéit és táncait megmutassuk, hogy mennyire különbözők vagyunk itt egymás mellett, akár sárköz, akár német táncok, német viseletek, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy azok, akik bemutatták, nagyon kedvesen, helyesen, az otthonról hozott emlékeket is beleszőve mutatták be ezt az egész viseletet, vagy hát a viseleteket. Az volt a célunk, hogy megmutatjuk mindazokat a viseleteket, ami fellelhető, ami nekünk van, amit az emberek szívesen felhúznak, amit a táncházba szívesen hordanak, amivel egy fesztiválon fellépnek. Ez volt a célunk. A Tündérkert piac már valamennyire ismert a völgységben, de további lehetőségeket hordoz arra, hogy minél többen ide látogassanak. A Kismányokon két nemzetiség van, ugye most már többségben vannak a székek, de ugye valamikor ezt a svábok alapították, ezt a települést, és hát azért itt bemutathatja minden népcsoport a kultúráját, táncait, énekeit, és egy közösségformáló szerepe van talán egy ilyen rendezvénynek. Úgy látom, hogy hál' Istennek, akiket megszólítottunk, minden jöttek, és van igény erre a fajta kultúrára is, nem csak a kommersz, és nem akarok rossz szót használni, mondjuk a gagyira, és úgy látom, hogy jól érzik magukat az emberek, és ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Én úgy gondolom, hogy a Tündérkert piac már közszájon forog, tehát elég jól már be tudják határolni, hogy Tündérkert piac, akkor Kismányok. Ha népviseletet is hozzátesszük, mert vannak, akik azért ismernek bennünket annyira, hogy tudják, hogy a bukovinai kultúrát már milyen régóta, évtizedek óta éljük, és mindent megteszünk azért, hogy a következő generáció is ebbe belenőjön, és vegye át tőlünk mindazokat az értékeket, és itt most a zenei a viselet, és nagyon igyekszünk arra, hogy a viseletünk is korhű legyen, tehát hogy ne csusszunk bele keveredésbe a viseletekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény és a látott viseletek mindenkiben jó érzést fognak hagyni, vagy aki csak a tévén keresztül nézi, akkor esetleg azt mondja, hogy ide legközelebb is eljövök. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!